amivel az a kis tripodom széttörött ezért a mai edzésbe, szerintem csak bedobok pár ilyen tükörbe, kamerába dumálós jelenetet. Nem tudom, hogy gyakorlatokat mennyire fogok tudni felvenni, valószínűleg nem nagyon. Viszont amit most akarok adni tanácsként, ugye a mai felsőtest edzésem az inkább váldomináns lesz, amivel kezdeni fogom, az pedig a vállból nyomás rúddal fej fölé, és ugyan ennél a gyakorlatnál van, mint a guggolásnál is, ajánlom, hogy miután megcsináljátok az egyik sorozatot, utána menjetek egy húzóckodó állványhoz, és szépen nyújtsátok le magatok, mutatom is, hogy miről beszélek. Tehát ugye itt például ennél, ahol lehet húzóckodni, miután megcsináltok mondjuk egy sorozat guggolást, akkor itt megkapaszkodtok a két kezetekkel, és teljesen ránehezedtek a súlyotokkal a kezetekre, ugye szépen kinyújtja a gerinceteket, amit például a guggolás közben úgymond összepréssel, összenyom a súly, meg a maga a gravitáció, úgyhogy ilyenkor mindenképp ajánlott ezekből csinálni egy pár ilyen, hát nevezzük nyújtásnak. Bocsi a dumáért, közben még megvan a nyelvem, a fogszabályzó miatt még meg kell szokni, de jó lesz az. Na, nyomjuk! Tudjátok, csak 6 ismétlést végeztem, így a vége fele lemegyek 6 ismétlésre, vagy akár az alá, most az alá nem fogok menni, de mivel megint erőszintet növelek, tehát az erőszintemet próbálom most felhozni, meg főleg ez egy összetett gyakorlat, edzés elején ajánlott egy összetett gyakorlatot csinálni, ami főleg az erőszintetek növelésére van, és ugye ebben több izomcsoport dolgozik, és azért összetett gyakorlat, mert egy izületnél többen történik elmozdulás, míg az izolált gyakorlatoknál ott csak egy izületben történik elmozdulás, és azzal általában, sőt, mindig egy izomcsoportot céloztok meg, és arra fókuszáltok. Ugyebár most ez ennek a szárkásító sorozatnak a második hete, szóval még egyelőre a most van úgymond a negyedik felsőtest edzésem, vagyis a második B-verziós, ahol ugye a vállamra fókuszálok, ezért még mindig nem fogok nagy súlyt használni a vállból nyomásnál, mivel ugye a vállam volt sérülve korábban, úgyhogy szépen csak 2,5 kilónként, vagyis összesen 5 kilónként fogok felmenni, szerintem olyan 15 kilóig, ja, hozzuk vissza a régi szintre a vállunkat szépen lassan. Valamint még egy hasznos tanács ennél a gyakorlatnál, amire próbáljátok figyelni, az az, hogy mikor beálltok a súly alá, mikor nyomjátok ki, akkor a farizmotokat feszítsétek össze, hogy szépen stabilan, egyenes legyen az egész törzsetek, és ne az legyen, hogy mikor nyomjátok ki a súlyt, akkor közben vele pucsítotok, és hatalmas terhelés esik a gerincetek ágyéki tájékára. Tehát medence előre tól, fenék pucsít, és úgy nyomtok ki. Végén csináltam egy drop setet, egy 2-3 lépcsős vetkőző sorozatot. Ennél ugye az a lényeg, hogy minél jobban kifárasszam az izmot, tehát még hogyha maradt úgy érzem a tankba valamennyi, de azzal a nagy súlyjal már lehet, hogy nem is menne egy ismétléssel, vagy max még egy menne, de már veszélyesnek érzem.
akkor utána csinál az ember egy ilyen vetkőző sorozatot, aztán tényleg fullba kész van tőle. Annak örülök, hogy nem fájt a vállam most egyáltalán a gyakorlat végrehajtás közben, úgyhogy ez egy egész jó jár. Folytassuk az edzést. Itt látjátok a következő gyakorlatom, az egy, hát igazából egy szuper set volt, és a következő gyakorlataim. Az egyik egy homlokhoz húzás, a másik pedig oldalemelés. Ugye a homlokhoz húzásnál, ahogy láthatjátok itt a képernyőn is, szépen próbálok arra figyelni, hogy először csak zárom a lapockákat, és konkrétan utána húzom a kötelet a homlokomhoz. Úgyhogy külön figyelek először arra, hogy tényleg a rombuszizmaimmal összezárjam a lapockáimat, és utána a delták hátsó részével főképp pedig úgymond hátrahúzom a könyököm, a karomat. Az oldalemelésnél pedig még csak kis súlyat dolgozok magas ismétléssel, ugye a vállam miatt, amit már jó párszor említettem. Ezen kívül még, amit mondjuk szeretnék említeni, az az, hogy mindenkinek alapvetően én tanácsolnám azt, hogy párszor rögzítse videóra a gyakorlatait, mivel azon kívül, hogy én ugye most így videókat is csinálok belőle, és feltöltöm YouTube-ra, egyébként nekem is nagyon jó tapasztalat ez az egész videózás, olyan szinten, hogy látom a saját formám, hogyha valamit rosszul csinálok, és ugye főleg abban az esetben, hogyha mondjuk nem tudjátok megengedni magatoknak azt, hogy egy edzőhöz forduljatok, amit egyébként mindenképp ajánlok annak, aki megteheti az elején, mert én is rengeteg hibát elkövettem amiatt, mivel csak autodidakta módon próbáltam megtanulni a dolgokat internetről, ami egyébként nem rossz, sok mindent meg lehet tanulni, viszont ugye saját magunkon nem látjuk a formánkat, és ilyenkor egyébként tényleg azért jó felvetetni pár dolgot videóra, ha valahol aszimmetrikusan vagyunk, vagy aszimmetrikusan végezzük el a gyakorlatot, akkor azt egy videó felvételen egyből meglátjuk, és korrigálni tudjuk. Szóval a másik topik pedig az lenne, hogy ugye ki mikorra érik be, úgymond ki mikorra férfiasodik, vagy nőiesedik. Ez nálam például érzem, hogy most az elmúlt egy évben kezdett el bekövetkezni, már csak olyan szinten is, hogy szerintem a tesztoszteron szintem az viszonylag magasabb, mint ezelőtt volt. Látom a saját testemen, a fizikumomon, az izomzataimon, hogy egyszerűen kisebb terhelésre is sokkal jobban reagálnak. És régebben mondjuk komolyan edzettem, most is komolyan edzek, bocsánat, de hogy régebben próbáltam jó nagy súlyokkal és tényleg megfelelően rengeteget edzeni, és egyszerűen úgyis nem jött akkora izomtömeg, vagy nem fejlődtek úgy az izmaim, mint most az elmúlt időben, amikor többnyire nem is végeztem súlyzós edzéseket. Oké, hogy vesztettem az izomtövegemből mondjuk 2-3 kilót, de mellette viszont nagyon szépen formásodott az izomzatom, meg formásodott a testem, és egyszerűen pár helyen szélesedtem, pár helyen karcsosodtam, ami kell egy hát férfias alakhoz, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. De ugye ettől eltekintve én ugyanúgy endomorf testalkat vagyok, tehát itt a csípő tájékomon innen mindig is nehéz lesz ledolgozni a fölösleget, és alapvetően szélesebb a csípőm, mint mondjuk egy ektomorf testalkatúnak. Viszont ezáltal izmot is könnyebben tudok építeni, valamint mondjuk a lábaim is, a combom is szélesebb, amit én egyébként kimondottan szeretek, hogyha jól edzem a lábaimat, akkor szép kidolgozott lábizmok szerintem nagyon jól mutatnak egy jó fizikumhoz, és szerintem vonzó is tud lenni a nők számára is, nem a piszkafalábak a menők szerintem, hanem egy kicsit vaskosabb. Jó, a következő gyakorlatpárosom pedig a jó öreg álló biceps francia rúddal lesz, ami nem mellesleg az egyik legjobb gyakorlat, hogyha a bicepseteknek az izom térfogatát szeretnétek növelni, tehát hogyha tömeget szeretnétek növelni a bicepseteken, valamint a szupersetbe végzem ezt egy triceps gyakorlattal, ami pedig a csigás letolás lesz. Itt ugye, mint látjátok, ezt ezzel a hosszú ruddal csinálom, azért, mivel széles pozícióba fogom a rudat, ilyenkor ugye sokkal, hát nem sokkal, de jobban megdolgozzátok a hosszú fejét a tricepseteknek, ami a testetekhez közelebb eső feje. Még így se éri el egyébként a teljes megnyúlást, viszont azért jobban megnyúlik, mint hogyha szűken fognánk a letolást. Általában edzésről edzésre variálni szoktam,
mikor felső madárfogással, mikor alsó madárfogással csinálom, mikor szélesebben, mikor szűkebben fogom, azért, hogy minél több szögből, több irányból terheljem és megmozgassam az adott izmomat. De ez nem csak a tricepsre igaz, hanem igazából minden izomcsoportomra próbálok így edzeni, minél változatosabban, minél több szögből, irányból, különböző terhelésekkel megdolgoztassam. Annak mondanám, aki esetleg ugyanilyen gépen szokott tekárni, vagyis Cybex ergométeren, vagy bocsánat, lehet, hogy az az ergométer, és ennek valami más spéci neve van. Tök mindegy, aki ilyenen szokott tekárni, annak mondanám, hogy általában a 3-as fokozatú ilyen workoutot szoktam kiválasztani, vagy 8-as, vagy 10-es fokozaton szoktam, fél órát, vagy 40 percet. És bocsássátok még ezt a kis enyhe hanyagságot itt az arcomon, nem nagyon kellett a héten sehova kimozduljak, vagyis pár helyre igen, de nem annyira fontos helyekre, amit felrakták a fogszabályzatot, ugye, hogy húzta is össze a fogaim, és kicsit fájt az állkapcsom, úgy erőm sem volt borotválkozni, úgyhogy ez most kicsit ilyen hanyagba vagyunk, bajszosan, de majd aztán lekapjuk, tök mindegy, nem számít.